A Nyíregyházi önkormányzat 7 évvel ezelőtt 12 tornaterem felújítását tűzte ki célként. A választás olyan létesítményekre esett, amelyek borítása már veszélyes volt az egészségre, valamint szempont volt a testnevelési órák és az edzések általi kihasználtság is. A TAUS és állami forrásnak köszönhetően szerdán az Rényi, a Kölcsei, az Arany, az Apácai és a Kertvárosi Iskola tornatermét adták át a diákoknak és a sportolóknak. Nagyon örülök, hogy nem kis erőfeszítés árán, de elértük azt, hogy mind a 12 tornatermet felújítottuk. A felújítás az mindig egyedileg alakult, de mindenütt a padlózat, ugye az egy konstans dolog volt. Volt ahol a fűtési rendszert, kellett a nyílászárókat, az öltözőket sok helyen, a körülményeket, ugye vannak ezek az eredményi kijelzők, a térre választó függöny, ez is sok helyen megvalósult. Az 5 nyíregyházi tornateremből 4 a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által biztosított támogatásnak köszönhetően újult meg. A szövetség a társaságjadó nyújtotta forrás 1/3-át fordítja létesítményfejlesztésre. Most körülbelül tartunk olyan 150-152 tornaterem építés vagy felújítás a része ennek a programnak. 14 körüli sportcsarnokot építettünk, akár nagy csarnokról is beszélhetünk, és rengeteg szabadtéri pályát adtunk át a kosárlabdának szerte az országban, nagyon-nagyon komolyan készülve arra, hogy a gyerekeknek a legtöbb lehetősége meg legyen ezt a sportágat űzni bárhol az országban. Az ünnepségnek otthont adó Zrínyi tornacsarnoka a korábban megszokott sportágok mellett a jövőben a kosárlabdának is otthont adhat majd. Vannak tradicionális sportágaink, a kézilabda, a női torna, újabban felzárkózik az atlétika, és a foci is. Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk eddig is a mindennapos testnevelés feltételeinek a megteremtésére, de egészen más az, ha elégséges feltételek vannak, vagy ha közelítünk az optimumhoz. Én azt gondolom, hogy ennek a TAUS beruházásnak pontosan ez az értelme, hogy egy nagy minőségi előre lépés lesz. A rendezvényen Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy folytatódnak a sportfejlesztések. Az uszoda már épül, és hamarosan elkezdődik az atlétikai centrum építése is, amit a városi stadion rekonstrukciója követ majd.